Ebben a videóban a depresszió ellen bevethető természetes megoldásokról és életmódbeli változtatásokról lesz szó. Üdvözöllek itt Ujjhelyi Szabolcs Zoárt. A depresszió mögött számos ok állhat, és lehetünk hosszabb vagy rövidebb ideig ebben az állapotban. Fontos mindenekelőtt megérteni a problémát, megérteni a testünkben lezajló folyamatokat, melyek a jelenséget előidézik, azaz megkeresni az okokat és azokat megoldani. Először is gyakran jelentkezik depresszió olyan esetben, ha a bélrendszerünkben romlik a tápanyagok, ebben az esetben főként a B-vitaminoknak a felszívódása. Például divertikulitis, IBS vagy Crohn-betegség esetén. Tehát ha károsodott a bélrendszered, nem tudnak felszívódni az agy számára fontos mikrotápanyagok. Azaz, ha tudod, hogy van vagy volt valamilyen komolyabb bélrendszeri problémád, akkor nagy eséllyel állhat ez a háttérben. Érdemes elegendőt a napon tartózkodni, akár télen is, mert az alacsony D-vitamin szint is állhat a depresszió hátterében, és a D-vitamint elsősorban a bőrön keresztül a testünkbe beáramló fény tudja termelni. Azt talán világos a legtöbb ember számára, hogyha be van zárva egész nap a házba, elzárva a napfénytől napokig, hetekig, akár esetleg egyedül, az gyorsan elvezet a befele forduláshoz, a rossz kedvhez, majd végül a depresszióhoz. A téli időszakban a szolárium is segít. Okozhat depressziót a fáradtság is, például a krónikus fáradtság szindróma, vagy ha hosszabb ideig keveset alszol, vagy esetleg alszol eleget, de nagyon felületesen, nem elég mélyen. Éppen ezért a nulladik lépés a legtöbb esetben a depresszió megszüntetéséhez, az alvásnak a rendbetétele, melyről készítettem korábban több videót is, keres rá a keresőben. Az agyunk az éjszaka során szabadul meg a méreganyagoktól az alvás alatt, és minél többet alszol, minél mélyebben és minél kevesebb megszakításokkal az éjszaka során, az annál jobb. Annál jobban meg tud szabadulni a nem kívánatos vegyületektől, méreganyagoktól, azaz annál tisztább fejjel ébredsz fel reggel. Tehát a nulladik lépés a depresszió megszüntetéséhez, az mindenképpen az alvásnak a rendbetétele. Az első fontos vitamin, melynek az alacsony szintje nagyon sok depressziósnál egyértelműen kimutatható, az a B3 vitamin, a niacin. A B3 szintet elsősorban a finomított gabonák, a finomított szénhidrátok és az alkohol csökkentik. A B3 jó természetes forrásai a májételek, a csirkemell, a tonhal, a lazac, a növények közül pedig az avokádó és a barna rizs. Ha csak B3-at tartalmazó étrendkiegészítőt szedsz, érdemes mellé a többi B-vitamint is bevinni, melyre a legjobb a sörélesztő, mivel tartalmaz az összes többi B-vitamint is. A niacint evés közben kell bevenni, és a napi dózist mindenkinek saját magának kell beállítania. Nagyobb dózisban van egy úgynevezett flash hatás, aminek hátterében az áll, hogy kitágítja az ereket, így hirtelen megnő az átfolyó vér mennyisége, ami különböző érzeteket válthat ki a testünkben, de ez általában gyorsan elmúlik. A második fontos lépés a depresszió megszüntetésében az a táplálkozásunknak az átalakítása. Ha már egy ideje folyamatosan depresszióban vagy, úgy kulcslépés, hogy elhagyd a silányminőségű, többszörösen feldolgozott, általában magas szénhidrát és rossz minőségű zsírtartalmú bolti ételeket. A túl sok finomított szénhidrát bevitel hosszú távon inzulin rezisztenciához vezet, azaz az inzulin nem tudja megnyitni a sejteket, így a sejtekben nem tudnak bejutni a mikrotápanyagok. Így hát az agyban lévő sejtekbe sem. Tehát az agy egy idő után hiányt fog szenvedni a számára fontos vitaminokból, ásványanyagokból, zsírsavakból. Itt a megoldás a második lépésben, hogy átalakítod a táplálkozásodat, elkezded kizárni, visszaszorítani a silány minőségű, magas finomított szénhidrát tartalmú, modern, többszörösen feldolgozott ételeket. A harmadik segítséget az omega-3 zsírsavaktól kaphatjuk. Számos kutatás igazolta már, hogy szinte minden viselkedési zavar esetében az egyik legfontosabb tápanyag, amely kisebb vagy nagyobb mértékben, de meg tudja támogatni a gyógyulási folyamatot, az az omega-3. Az agyunknak nagy része zsírsavakból áll, melyek nagyjából 33%-a omega-3. Az omega-3-nak gyulladáscsökkentő hatása van, és támogatja az agysejtek közötti
kommunikációt is. Az omega-3-at érdemes az új generációs omega-3 forrásokkal pótolni, krillolajjal vagy kalamariolajjal. A krillolajból az omega-3 sokkal nagyobb hatékonysággal tud beépülni a sejtjeinkbe, mint a halolajból, illetve asztaxantint is tartalmaz. A kalamariolajban pedig a DHA aránya nagyobb, mint az EPA-é. Ugye az omega-3 zsírsavakból a DHA sokkal fontosabb az agyunk számára. A negyedik lépés a depresszió megszüntetéséhez, a neurotranszmitterek megértése és rendbetétele. A depresszió szempontjából a legfontosabb hormon a szerotonin, melynek szintje például számos gyógyszer is csökkenti a szintjét, de sok oka lehet az alacsony szerotonin szintnek. A szerotonin hormon termelődéséhez sokféle vegyületre van szükség, de legfontosabb az az L-triptofán, ebből épül fel lényegében a szerotonin. A Griffonia gyógynövényből kivont 5-HTP, azaz az 5-hidroxitriptofán az egyik legjobb forrás ahhoz, hogy pótold a triptofánt. A Griffoniát kapszulázott étrendkiegészítő formában lehet kapni elsősorban, és mindig szénhidráttal kell bevinni, például 100%-os gyümölcslével, lehetőleg éhgyomorra, és ne fogyassz más ételt, főként fehérjéket a bevitele utáni előtti 20-30 percben. A neurotranszmitterek működését meg tudod támogatni a friss, tiszta, mélypempő szedésével is, mely számos hormonnak tartalmazza az előhormonját, amelyről a test könnyen tud építeni új hormonokat, így szerotonin, dopamint és másokat is. Ahogy az elején említettem, a bérrendszer is kulcsszereplő lehet a depresszió kialakulásában, tehát az ötödik lépésben érdemes foglalkozni mindenképpen a bérrendszer állapotának feljavításával is, főként ha voltak komolyabb bérrendszeri gondjaid, vagy ha tudod, hogy jelenleg is vannak. Először is az erjesztett ételeket célszerű megemelni a táplálkozásunkban, savanyú káposzta, kovászos uborka, kombucsa tea, kefir, joghurt, író. Az erjesztett ételeknek magas a tejsav tartalma, a tejsav pedig segíti mind a B3 vitamin, mind a triptofán felszívódását. Az erjesztett ételeket megtámogathatod probiotikum tartalmú étrendkiegészítővel is, illetve a bérfalak és a bérflóra állapotán sokat tud segíteni a kollagén. Jó kollagén forrás, a lassú lángon 15-20 órán át főzött húsleveslé is, mert a több videóban beszéltem már. Itt kell még az ötödik lépésnél megemlíteni a laktózintoleranciát is, ugyanis laktózintolerancia esetén a szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani a tejsavat. És mivel, ahogy említettem előbb, a tejsav kulcs szereplő a B3 és a triptofán felszívódásában, ilyenkor ugye nem tudnak hatékonyan felszívódni. Azaz laktózintoleranciás embereknél megnő a B3 és a triptofán hiány esélye, így ennek következtében ugye a depresszió kialakulásának valószínűsége is. A hatodik és egyben utolsó megoldás, ami segíthet a depresszió megszüntetésében, az a sáfránkivonat. A perzsa tradicionális gyógyászatban évszázadok óta használják a sáfrányt, a depresszió, a rossz hangulat kezelésére például. A sáfránkivonatot több hétig érdemes szedni, mert több időre van szükség, hogy hatásait teljes körűen ki tudja fejteni. Hatására javul a közérzet, nő a humorérzék, csökken a szorongás, javítja a hangulatot. A sáfrányból készült kivonatot kapszulázott étrendkiegészítő formában lehet bevinni, és súlyos depresszió esetén érdemes nagyobb dózis szedni belőle, mint ami a termékre rá van írva. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdéseidet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!